amikor Blaulz a sörözőből 2006. október 23-án kidobáltuk egy tucat embert, és az egyiket az utolsó közvetlen közelről hátba lőtte az egyik rendszeres. 2006. október 23, 22 óra 40, valamikor itt a középső teremben volt egy tárgyalás, és az egyik, annak a parancsnok, a Vágó László, hármas rendszeres osztály és alosztály parancsnok, pont ott volt a Clark Ádám téma füves részem, és megismertem, oda mentem, és számunk kértem tőle, hogy nem szégyen magát, hogy rendőrlétére ennyire hamis dolgokat állított itt a tárgyaláson. És emiatt is ott beszélgettünk. Hát persze lepergek róla, ezt csak azért mondom, mert hát emberi jogaimmal élve beszélgettem egy rendbiztos parancsnokkal, mert ugye itt a tárgyaláson nem lehetett, és akkor odaült hozzám két rendőr, hogy igazoljon. Ez a legkevesebb, sokkal nagyobb kárt okoznak arra, hogy ezen foglalkoznak a fontos dolgokat. Tulajdonképpen miért volt ott a helyszínen? Miért volt ott? Milyen kérdésem? Hát mert... Tehát ő nem tudott volna menni, mert ő nem volt körbekerítve. Igen. Hát azért ugyanazért voltam ott, mint a Morvai Krisztián. Én is egy ilyen vezető szerepet játszok ebben a tüntetésben, nem véletlenül vittek el. Ugye fél éve az azért voltam ott, mint Morvai Krisztián. Én nem tudtam volna menni, de én segíteni szerettem volna a bajtársakon, ugye így mondtam. Segíteni szerettem volna. Bajtársak vagyunk. A bajtársakon. Jó, szemben nem lehet kifejezni ezt. Bajban van az egész ország. Egyébként nem is hallottam a legtöbbet elszerűvást. Meg is kérdeztem tőlük, hogy miért kellene nekem, és nem válaszolni. Az a legszomorúbb, hogy a rendőrségi törvény előírja a rendőröknek, hogy kötelesség a kérdésre, felvilágosításra, kérdésre válaszolni, de csak a parancsnokok válaszolnak. Felvilágítási lapon nincs. Ismertetlen. Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosságnak jelentése az OBH 24.2.2008-as számügyben. Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosan vizsgálódott ez a ügyben. Igen, nem voltak a bőrtökben nálam is. Megvan önnek is? Nem, hogy csak ott voltak is, megkérdezték, hogy minden rendben van. Elmondtam a válaszomat, de ez most nem tartozik. Igen. De ők a Clark Ádám téli demonstrációval kapcsolatban megállapítottak egy csomó dolgot, a tömörre ismeretetném, hogy mi ezek a biztonságok, amit megállapított az ombudsman. Mert ismeretek fel ezen a ombudsman illet, és figyeljük nagyon hasonló. Tehát a Clark Ádám téli demonstrációra tartó tömeg feloszlatásával kapcsolatban megállapította, hogy a rendőrség olyan tömeget kezdett el feloszlatni, amely nem egy demonstrációban vett részt, hanem arra igyekezett, és ezzel a békés gyülekezéshez való összefüggő biztonságot hozott. A rendőrség az oszlatás megkezdése előtt a bejelentés elutasításáról nem értesítette a demonstráció szervezőjét. Ilyen szóbeli értesítésre csak a három felszólítást követően a Clark Ádám téren került sor. A rendőrség első felszólítása, amely a látszik közepén hangzott el, a Clark Ádám tér egyes részei érthetetlen volt, távozás irányként egy olyan közterületet jelölt meg, amely több kilométerre volt található. A rendőrség az első felszólítást követően mintegy 10 perccel már lezárta a Clark Ádám teret, nem biztosított megfelelő időt a helyszín békés elhagyására, a békés gyülekezéshez való jogsérelmét okozta. A rendőrség azzal, hogy a tömegoszlatás indokaként a bejelentés elkésettségét jelölte meg, hátrányosan megkülönböztette a demonstrációra igyekvőket és a demonstráció szervezőit mindazokkal szemben, akikkel korábban megengedte és tudomásul vette a rendőrség a tüntetés, annak ellenére bocsánat meg ezen állónak. Megértette, ugye az ombudsmani jelentésben foglaltak. Gondolom egyik is értem. Megértettem egyik értem. Szép meg koherensen összefügg az egész, az én nyilatkozatomat. Igen. Ismertette 75 per 2008 május 29-i AB számhatározat a Clark Ádám téri eseményeket követően másfél hónapban. Akkor is foglalkozott el AB határozat? Igen. Másfél hónap múlva az Alkotmánybíróság hozott egy határozatot az Európai Egyezménnyel összhangban, és megsemmisítette a gyülekezési törvénynek azok hasznosát, ami alapján a rendőrségnek kötelező lenne a tömeg feloszlatását. Tehát a rendőrség
mérlegelés nélkül feloszthathatta a tömeget, a vétés tömeget akkor, hogyha nem volt meg ezen áramnak. Tehát most az Alkotmánybíróság ezen passzust hatályon kívül helyezte, arra hivatkozva, hogy vannak olyan gyors reagálási tüntetések, amiknél, amennyiben vétések ezek a tüntetések, és amikor valamilyen eseményre, főként politikai eseményre hirtelen gyorsan reagálnának, akkor ezen háromnapos bejelentési kötelezettség megtartása olyan mértékű sérelmet szenvedne az egész rendezvény, hogy tulajdonképpen a rendezvény megtartása már okafogyottá válna. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan események, amikre hirtelen kell reagálni. Ha betartanánk ezen háromnapos határidőt minden ilyen esetben, akkor tulajdonképpen már évvégét veszteni a tüntetés maga okafogyottá válna. Ezért ezekben az esetekben, amikor ilyen gyors reagálási tüntetésről van szó, és a tüntetés mindig megőrzi a békés mi voltát, nem ütközik jogszabályba ez a gyülekezés célja, akkor csak azért, mert nincs meg ezen háromnapos bejelentés, ezért a rendőrség nem oszlathatja fel a tömeget. Tekintettel arra, hogyha nincs tiltóhatározat, ez is benne van. Hát ez az egésznek a lényege tulajdonképpen. Ez most összhangban van a római egyezménnyel, úgy gondolom, a Strasbourg-i bíróság döntésével is. Megértett ugye az alkotmánybírósági határozat Igen, ezt is mondom, most így a gyárlatkán, ez is elősorosítható. Arra, hogy nem hiszem előlegesen helyezte határunk kívül, mert nem jövő elkezdve az alkotmánybíróság ülelkezési törvényekezen hasznosságban. Igen, de azért egy kicsit belekötő, csak egy mondat elég. Igen. Tehát nem az alkotmánybíróság dönti el, hogy a római egyezmény mikor érvényben, hanem a csak úgy gondolod, hogy a ülelkezési törvénynek ezen szakasza alkotmányellenes. De hát ez visszamenőleg is érvényes kell legyen. Attól függetlenül a jövőre nézve semmi sem tette, meg a jogbiztonságra hivatkozva, nem tudom, mennyire hivatkozva, de jövőre nézve semmi sem tette meg. Jövőre nézve visszamenőleg, de így elmond teljesen Nem mindenkinek, aki ellen folyik, mint a mai napig, de egészen 2006 október 23-a miatt még nagyon sűrűs perek folynak csak. És a legszomorúbb az egész. De milyen ember folyik büntető? Milyen polgár? Szabadságos. Azt nem lehet, az már előbb. Sőt, BTK folyik csoportosan felfegyverzett. Igen. Jó, ez majd a bírói mérlegelés körébe tartozik, hogy hogy értékelik, mit értékel. Mert én csak gondoltam a mai főnök, hogy mondjam el. Jó, na, akkor megértette, hogy az alkotmánybírósági határozatban foglaltak. Jó. Egyébként, hogy is mondjam, csak bizonyos esetekben előfordult, hogy a rendőrség is ezt belátta, hogy nem lehetetlen két tornától előtte fel. Ezt is írja az ombudsman. Én csak tömörén összefoglaltam az ombudsmani határozatot, de igazából az ombudsman kifejti bőven azt, hogy valóban, tehát még abban az évben is rengeteg olyan tüntetés volt, ahol nem volt meg ez a három napos bejelentés, és ennek ellenére a rendőrség tudomásul vette. Már nem is tudom, hogy 68, nem is tudom, hogy tüntetés, már nem emlékszem a konkrét számot, annyi szám van benne, de volt. Volt abban az évben, sőt, úgy tudom, hogy aznap is volt egy ilyen tüntetés, amire, tehát a rendőrség gyakorlatilag ilyen szempontból kiszámíthatatlan volt, mert ugye a gyülekezési törvényben valóban benne van, hogy bejelentés nélkül tüntetést köteles feloszlatni a rendőrség. Ugyanakkor ezen háromnapos határidőt maga a rendőrség nem követelte meg, hiszen volt rá igen sok példa arra, hogy ezen háromnapos bejelentési késedelem ellenére mégis elfogadta a rendőrség. Biztosította a rendőrség a tüntetést, nem tiltotta meg. Tehát emiatt én úgy gondolom, hogy nem lehet ezt sem az önterhére érni, hogy nem tudhatták, hogy most a rendőrség elfogadni a bejelentést, vagy nem, hiszen volt rá korábban igen sok előtt elfogadta. Tehát erre nem. És az alkotmánybíróság is tulajdonképpen ezért is semmisítette meg, hogy ne a rendőrség diszkréciális jogra vegyen, hogy ezt elfogadom, ezt nem fogadom, mert holott ugyanazok a feltételek.
Hát egyébként van egy nagy, nagyon szomorú gyakorlat,